A műsor támogatója a Borsodi, az Apollo, a Tipmix, a Volkswagen, a Skoda és a Seat. Hát egy nagyon hajtós, küzdelmes találkozó volt. Nem a szép játékról szólt a mai mérkőzés. Hasonló hadrendben állt fel mind a két csapat. Három belső védős játékrendszert választottuk, ahogy ellenfelünk is, pár mérkőzés óta ezt játsszák. Ebből is adódott, hogy talán nem a gólhelyzetek száma volt magas, hanem inkább az ütközések, a párharcok száma, amiből azért azt mondjuk, hogy a végén a mérkőzésnek mi jöttünk ki győztesen. Itt is látszik, hogy mekkora jelentősége van a pontrugásoknak, hiszen ugye a Debrecenben két pontrugás épp ellenkező előjellel döntötte a találkozót, hiszen nyert a Debrecen. Mai nap Divos György két pontrugását tudtuk legyőzni. Ami külön öröm számomra az ebben az, hogy egyrészt nagy veszélyt nem okoztak a Divos György pontrugások, fel tudtunk belőle készülni, a másik pedig az, hogy végre ezzel a fegyverrel mi is hatékonyan éltünk.